Nagyon fontosnak tartom, hogy azok a mítoszok és legendák, vagy urbánus szóbeszédek, amelyek a szuezi válságot, illetve a magyar forradalom és szabadságharcot övezik, ezeket lehántsuk és lebontsuk, és ehelyett a történeti valóságot állítsuk középpontba és az előtérbe. Véleményem szerint a szuezi válság kirobbanása, illetve a magyar forradalom és szabadságharc kirobbanása között nincs ok-okozati összefüggés. Tehát a történelem mai állása szerint az ismert egyiptomi források, amelyet az Abdallah megszerzett az egyiptomi levéltárakban, én magam a külügyminisztérium levéltárában kutattam, erre vonatkozó utalás, de még egy fél mondat sincs. Azonban majd október 31 utáni eseményekben minden bizonnyal van összefüggés olyan értelemben, hogy a szovjet támadás az biztos, hogy nem a szuezi válság miatt következett be, de a szuezi válság valóban a világ közvéleményét a brit és francia erők ellen hangolta, míg fordítva a szuezi válsággal kapcsolatban a szovjet presztízs megnőtt. Nem beszélve október 4-e után az ENSZ-ről, ahol a magyar ügy éppen a szuezi válság miatt kerülhetett előtérbe, egyébként is, de erre ráerősített mind a brit, francia, mint pedig az Amerikai Egyesült Államok kommunikációja, hiszen, hogyha a magyar ügyet előtérbe helyezik, akkor így háttérbe szorul a szuezi válság, amikor is a brit, francia és az izraeli expedíciós seregek agressziót hajtottak végre.